azt mondják, hogy az évek mennek fölfel, a súly meg lefel. Szóval. Az én ellenfelem azt hiszem, hogy egy angol lesz. Hát azt sikerül talán megvernem, úgyhogy 22-szer nyertem világbajnokságot. Ezek még fiatalok. Kezdjük. 50-et. Szakítom. Már 50-et kihúzod, és akkor nem is kell tovább menni. Én lent laktam egy kis faluba, Szegváron. 4 olimpikon került ki a Szegvárról. Csodáltam azt, amikor a barátom lejött, 70 kilót úgy fölkapott, és könnyen kinyom. Nem is tudtam vele semmit kezdeni. Én voltam 2 olimpián, meg világbajnokságokon. 63-ban készült, majdnem megvertük az oroszokat is. Puszka Mihály például erősen megszorította a nagynevű ellenfelét. Az oroszlányi bányászfiú erejét megszoktorozta, hogy tudta, barátok sokat várnak tőle. És nem is csalódott benne egyetlen magyar sportrajongó sem. Súlycsoportjában a második legerősebb a világon. A váltósúlyban Huszka Mihály képviselte színeinket. A nyomásban sikerült a 135 kg. A lökésben viszont nem bírt a 165 kg-mal, s így az összetettben 6. lett. Az osztrák súlyemelő szövetségnek az elnöke az meghívott ilyen bemutatóra, és akkor ott kint maradtunk a feleségemmel, és 2 évig ott edzősködtem a válogatottan. Kaptam egy meghívást Amerikában, mint edző, hogy menjek ki. És mindig edzősködtem végig. 15-ször nyertem a világbajnokságot az amerikaiaknak ezen a mesztörön, és akkor mondtam, hogy hát akkor és már magyaroknak kellene. Az amerikai bajnokságot, meg bármilyen versenyen, ott van age group, a 80 fölött is. Euróbajnokságon, meg világbajnokságon csak 80 plusz van, 80 plusz. Amikor 80 éves voltam, azért csak erősebb voltam, az 5 évvel az sok. Fiaim is súlyt emelnek. Mind a 2 volt a ifjúsági amerikai bajnok, és utána ugye jött az egyetem, meg minden, és akkor mondtam, hogy az iskola az első. Jövőre Montrealban lesz a Master világbajnokság, és ott mind a 3-an szeretnék indulni.